Hajléktalanok. Amint egy 200 fedél nélküli közül 3-4 választja most is az utcát. Veszélyben. Problémák sorát veti fel a Nyárfa utca egyik házában felhalmozott hulladék. Összefogás. 100 éve kezdődött az ökumenikus kapcsolat a keresztény felekezetek között. Jó estét kívánok! Ez a Szombathelyi Televízió híradója. A Szombathelyen ismert mintegy 200 fedél nélküli ember közül 3-4-en vannak, akik ilyenkor is inkább az utcát választják a hajléktalan szálló helyett. Velük is találkozott László Győző alpolgármester, aki 4 órára csatlakozott az utcai szociális szolgálat munkatársaihoz, hogy megismerje a hajléktalanok helyzetét és az ellátás nehézségeit. Azt mondta, emberként és városvezetőnként is hasznos tapasztalatokat szerzett. Hiába a mínuszok, mindig akad olyan, aki a hidegben is kint tölti az éjszakát. Néhányan egész télen a híd alatt, a belváros eldugott zugaiban, a huszárlaktanyában vagy a parkerdőben lévő kaibákban húzzák meg magukat. Az utcai szolgálat munkatársai rendszeresen felkeresik őket. A délutáni műszakban ezúttal László Győző alpolgármester is velük tartott. Végigjárták a neuralgikus pontokat és élelmiszeradományokat gyűjtöttek be. Én rengeteg új tapasztalattal gazdagodtam ma, amely megmutatta azt, hogy milyen nehéz helyzetben vannak ezek az emberek, de azt is, hogy az ebben a szektorban dolgozók milyen emberfeletti erőfeszítéseket tesznek azért, hogy segítsék őket, és ez nagyon jó volt látni. Konzerv, pokróc és gyógyszer mindig van az utcai szolgálatnál, de a fedél nélkülieket igyekeznek inkább behívni a szállóra, ahol minden szükséges szolgáltatást megkapnak. Étkeztetést kapnak, élelmiszert kapnak, ruházatot kapnak, gyógyszert, orvosi rendelőnk van, pszichiáter, pszichológus, tehát tényleg mindenfajta olyan segítséget megkapnak ezek az ügyfelek, ami a talpraállásukhoz szükséges. Az ellátottak dolgozhatnak is, amit megkönnyít, hogy itt koordinálják a közfoglalkoztatottak munkáját. A hajléktalanok számára nappali melegedő, éjjeli menedékhely és kiléptető lakások is rendelkezésre állnak az átmeneti szállás mellett. Majer Ferencné több mint 10 éve él itt. Itt takarítottam a Dolganénak az irodáját, úgy kerültem ide, ugye már a férjem meg a laposom ütöttek, vártak, úgy kerültem, a rendőrség óhazott ide be. A napot záró sajtótájékoztatón elhangzott, a hajléktalan ellátásban rendszeresen számíthatnak a Pálos Károly Központ, a Caritas, a Református Egyház és más intézmények támogatására. Az erdészet tűzifát, az Aldi és a Metró pedig naponta élelmiszert biztosít. A szombathelyiek abban segíthetnek, ha jó minőségű ruhafélét, alsó neműt és tisztálkodó szereket ajánlanak fel. Végül arra hívták fel a figyelmet, hogy aki a környezetében olyan hajléktalan emberrel találkozik, akinek élete egészsége veszélybe került, hívja a 0680 205 165-ös telefonszámot. Tűzhöz riasztották a tűzoltókat január 7-én éjszaka a Nyárfa utca sorházához. Egy komfort nélküli lakás felső szintje gyulladt lángra, valószínűleg a világításhoz használt gyertyától. A tüzet eloltották, a szomszédok érzelmei viszont azóta is parázslanak. Most a körzet képviselőinek segítségét kérték. Két fecskendővel hamar megfékezték a lángokat a tűzoltók. A sorház minden lakóját kiterelték otthonából, a környéket rendőrautók zárták le. A gázpalackot időben kihozták az ingatlanból, így személyi sérülés nem történt. A lakásban már régen kikapcsolták a közműveket, csak a víz maradt, mert a sorház egyetlen közös vízórával rendelkezik. Anya és felnőtt fia gázpalack mellett melegszik és gyertyával világít azóta is, ugyanis a tűz után nem sokkal visszatértek a szinte lakhatatlanná vált lakásba. Az évek során annyi szemetet felhalmoztak, hogy emiatt elszaporodtak a környéken a patkányok. Vannak, de hát ugye itt 30 évig nem volt kukahajuk. Nem volt kukájuk 30 évig, most egy éve van nekik. Most el lehet képzelni 30 évig a szemét hol van. Most van a harmadik konténer szemet együtték el tőlük. Én meg itt mindenki csak sajnálja őket, de kell rajta segíteni. Információink szerint többször jártak már a házban a népegészségügyi szakemberek, most is folyik a családügyében eljárás. Az ilyen esetekben az egészségügyi bírság akár 5 millió forintig is terjedhet. A népegészségügyi hatóságra ez akkor tartozik, hogyha a rendetlenség közegészségügyi, járványügyi veszélyhelyzettel jár. A hatósággal kapcsolatban
szeretném azt kiemelni, hogy azért jó, hogyha nem a hatóság az első, aki eszünkbe jut az ilyen esetekben. A szomszédok most a körzet képviselőjétől kértek segítséget, szerintük ugyanis a család egyedül nem képes változtatni, összefogásra van szükség az érdekükben. Ebben a Páros Károly családsegítővel felvettük a kapcsolatot. Az önkormányzat szociális osztálya is foglalkozik a családdal, tehát szép lassan, apró lépésekkel el kell, hogy kezdjük azt a munkát, amivel egyébként a legnagyobb segítséget pont az érintett családtól várjuk, hogy együttműködjenek velünk. A másik fontos feladat pedig az egészséges lakókörnyezethez való jogbiztosítása a szomszédok számára. Bár a kiégett házban lakó anya és fia is dolgozik, valószínűleg nem tudták kifizetni az általuk felhalmozott nagy mennyiségű szemét elszállítását, valamint az egészségügyi szempontból elengedhetetlen nagy takarítás költségét sem. A képviselő ehhez is segítséget ígért. Tóth Kálmán elmondta, a család együttműködő, így valószínűleg hamarosan rendeződhet az egész sórházat érintő probléma. Polgári este Ungár Péterrel és Török Gáborral. Fiatal tehetségek bemutatkozása a Berzsenyi Dániel könyvtárban. Baleset a Vásárcsarnoknál. Rövid híreink következnek. Ungár Péter, az LMP országgyűlési képviselője, és Török Gábor, politológus beszélgetett az Éhen Gyula baráti kör polgári esték programsorozatának első rendezvényén csütörtök este a szombathelyi Átkafé különtermébe. A teltházas beszélgetésen a politikus és az elemző szóba hozta a tavalyi önkormányzati választások eredményét, annak okait és az országos politikára gyakorolt lehetséges hatásait. Török Gábor úgy vélte, hogy egyelőre kevés lemutatkozik annak, hogy a 2022-es parlamenti választásokon a Fidesz elveszítené a többségét. A polgári esték programsorozat következő vendége Lakner Zoltán politikai elemző lesz. Folytatódik a Berzsenyi Dániel könyvtár által 2014-ben indított irodalmi zenés est sorozat a Bájoló. A fiatal tehetségeket bemutató beszélgetéssel egybekötött program a legzárkózottabb, legérzékenyebb generáció felé nyit. Csütörtökön Kóbor Zsóka és Polgár Patrik volt Boros Ferenc vendége. A duó 2018-ban alakult, akusztikus, alternatív pop örömzenét játszanak. Dalaikban a múltba vágyódás, a szerelem, a szakítás, a fájdalom és a vidámság is teret kap. Valamiért című szerzeményük bekerült a Dal 2020 versenyprogramjába, és a rádióban is gyakran hallható. A Bájoló még 4 alkalommal várja az érdeklődőket. Legközelebb február 6-án Vince Bence mutatkozik be. Személyi sérülés nélküli közlekedési baleset lassította a forgalmat pénteken reggel a Vásárcsarnoknál. A piac parkolója felől a Hunyadi János útra akart kanyarodni az Opel vezetője, de autója ütközött a védett úton haladó Suzuki-val. Az Opeles először nem ismerte el a felelősségét a balesetért, később azonban belátta, hogy ő hibázott. A helyszínelés ideje alatt egy kanyarodósávot lezárt a rendőrség, forgalomirányításra nem volt szükség. Az elmúlt évszázadok alatt a katolikusok és a protestánsok sok mindent megtanultak egymástól. Fontos a jövőben is a közös, előremutató dolgokra figyelni és példát mutatni a világnak összefogásból, szeretetből. Hangzott el az ökumenikus ima hét csütörtöki ima alkalmán. Ezúttal a református templomban találkoztak a keresztény felekezetek. 100 éve kezdődött, az elmúlt évtizedekben pedig erősödött az ökumenikus kapcsolat a keresztény felekezetek között. Ma már nem kérdés az összefogás. Hiszen egy bő századdal ezelőtt, a 19. század legvégén jöttek rá arra a keresztény egyházak, hogy a misszió eredménytelen, ha megosztott. És ez így volt Afrikában, Ázsiában, és innen a gyakorlat felől kezdődött valami az egység irányában, aminek a 20. század nagy világégései biztos, hogy löketet adtak, hogy egymással szembe kell nézni, bizonyos történelmi feszültségeket ki kell beszélni, meg kell oldani. Szombathelyen is példamutató az együttműködés. Az ökumenikus párbeszéd egyik formája a minden év januárjában megrendezett ima hét. Az elmúlt évtizedekben ezek az alkalmak is hozzájárultak ahhoz, hogy a felekezetek egyre jobban megismerjék egymást. Minden évben ez az ima hét, azt gondolom, hogy örömteli ünnep.
látni egymás hitét, imádságát, szeretetét, énekét, nyitott szívét. Egyre inkább így érzik a résztvevők, hogy legalább egy hétre átélhetjük azt, hogy az egyházunk minden szétszakítottság ellenére a mélyben egy. Ugyanaz a keresztség, ugyanaz a Krisztus köt össze minket. Csütörtök este a református templomban három ige hirdetést hallgathattak meg a jelenlévők. Van az emberek annyi gonddal, problémával küzdenek, ezt telkészként is látom, keresik a kapaszkodót, az igazi kapaszkodót, és az az élő Isten, és nekünk össze kell fognunk, hogy ezt bátran és örömmel meghirdessük. Tehát szükségünk van egymásra, én hiszek ebben a jövőben, hogy a jövő az ökumenéi ilyen értelemben, igaz értelemben. Az imahét vasárnap zárul. Szombathelyen a református templomban gyűlnek össze ismét a keresztények este 6 órától. A Zrínyi és a Derkovics általános iskola csapataiért szoríthattak a szombathelyi nézők a Szavárja Egyetemi Központ sportcsarnokában megrendezett játékos sportvetélkedő országos elődöntőjén. A versenyen elsöprő sikert arattak a vasi diákok. Zsúfolásig megtelt a Szavárja Egyetem Központi sportcsarnoka, ahol a játékos sportvetélkedő országos elődöntőjét rendezték. A 6 részvevő csapat közül 2, a Derkovics, valamint az Zrínyi általános iskola élvezhették a hazai pálya előnyeit. A vasi diákok mellett érkeztek résztvevők Balatonalmádiból, Csopakról, Csornáról és Kónyból. A gyerekeknek ezúttal is 10 különböző típusú nehézségi ügyességi feladatot kellett időre teljesíteniük. Jól mutatja a csapatok felkészülését, hogy szoros eredmények születtek az egyes versenyszámokban. Példaértekű Szombathely diáksportja. Ez Szombathely nagy ünnepe, és a Magyar Diáksport Szövetségnek is most már észre kellene azért venni, hogyha vannak ilyen nagyon nagy fellegvárok, akik a diáksportban rengeteget áldoz, hiszen Szombathelynek kiemelt fontosságú a diáksportja. Azt hiszem, hogy mindenképpen valahogy jobban oda kellene fókuszálni, hiszen az alsó pilléreken múlik az országnak a diáksportja is, és a nagy diákolimpiai versenysorozat is ezeken a városokon múlik. A kiélezett csata végül az utolsó futamban dölt el. Bár a kötélhúzást megnyerte az Zrínyi csapata, összetett pontszámok alapján a Derkovics Gyula általános iskola végzett az élen. Szerettük volna megnyerni, és hát a Zrínyit sikerült, meg a többieket is. Az elsőség mellett pedig annak is örülhettek Bogdán Kriszta és Török Liár tanítványai, hogy biztosították helyüket az országos döntőben. A Derkovics iskola mögött a második helyen a Zrínyi végzett, mely pótselejtezőn még kivívhatja a fináléba jutást. A Szombathelyi Televízió híradóját látták 2020. január 27-én pénteken. Műsorainkat az interneten a www.stv.hu címen nézhetik meg. Én munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!